Aki csak ritkán jár Bökönyben, észrevehette, milyen változáson esett át a község főtere. Térkő borítja a művelődési ház és a polgármesteri hivatal előtti területet, de új játszótér és új piac is található a centrumban. A település útjai azonban repedezettek és nehezen járhatóak. Nem csak a több évtizedes használat, hanem a nemrég elkészült szennyvízrendszer is sok kárt tett az aszfaltban. Ugyan néhány kisebb utcát a Magyar Falu programnak köszönhetően már újra aszfaltoztak, szükség van további felújításokra. Igaz, hogy aszfaltos útjaink vannak, de a minősége kifogásolható, hiszen a szennyvízberuházás megtörténte után nem úgy épült vissza, ahogy az eredeti állapotban volt, hiszen 30-40 éves aszfaltot törtek fel, és azt az aszfaltot már visszatenni normálisan nem is igen lehet. De a bölcsődénk a legnagyobb álmunk, aminek a tervezése megtörtént. Hát most pályázzuk, és van ígéret a következő évben, hogy ez meg is valósuljon. Ez a legfőbb álmunk, de itt a főtérnek még azt a részét, ami még kívánnivalót hagy maga után, még azt szeretnénk kialakítani, minél szebbé tenni településünket és jobbá. A közlekedés biztonság megteremtése elsődleges az önkormányzat számára. Téglás irányában már másfél kilométeren újra aszfaltozták a főutat, ez még az ősz folyamán folytatódik a településen belül. Kerékpárút építését is szorgalmazza a lakosság, hiszen több halálos baleset is történt a környéken a közelmúltban. A falufejlesztési programban Bökönyt túlsó táblájától Geszterét tábláig fog megépülni ez a 8 kilométeres útszakasz, és a maradék a megyetáblától Téglássorompóig, illetve Geszterét táblától Balkánysorompóig, ez a része pedig tavasszal fog a toppos programban megépülni, úgyhogy nagyon reméljük és bízunk benne, hogy ez teljesen úgy lesz, hogy valóra fog válni, hiszen ez a környék nagy álma. És meg kell mondanom azt is, hogy Bökönyi és Téglás közötti kerékpárútra nagyon nagy szükség lenne, azért, mert az elmúlt 2 évben 2 halálos áldozata volt a kerékpárosoknak. A polgármester hozzátette, Bököny összképét jelentősen javítja a község kibővített idősek otthona. Ez a jövőben már nem csak bentlakásos intézményként üzemel, napközben várja a település valamennyi nyugdíjasát, akik itt tölthetik el szabad idejüket. A község a felzárkóztatásra is nagy hangsúlyt fektet, a napokban szociális béllakásokat adtak át, amelyet 10 szegregátumban élő család vett ideiglenesen birtokba.